Kedves nézők, egy kicsit izgulok, hogy elég legyen már a műsoridő, hiszen egy ikonhoz jöttem. Egy gyönyörű művésznőhöz, akinek azt gondolom, hogy van mit mesélnie. A mai napot Csepregi Évával töltöm, önök meg remélem velünk. Kopogáshoz mit szólsz? Szia! Zenei szia. Volt. Zenei volt, ölellek. Szia, szia! Örülök, hogy megérkeztél. Hát én nagyon megtisztelve érzem magam, attól függetlenül, hogy jó régóta ismerjük egymást, és nagyon köszönöm, hogy veled tölthetem ezt a napot. Nagyon köszönöm, hogy jöttél, jöttetek. Hát remélem, hogy majd mindenféle érdekes dologról tudunk beszélgetni. Hát lesz miről, azt is mondtam az elején, hogy lehet, hogy egy műsor elég se lesz arra, amennyit mi kell, hogy beszélgessünk. Hosszú a történet, ennyit mondhatok. Hát igen, tudom. Attól függ, mire vagy kíváncsi. Megengeded, leveszem a... Persze, köszönöm természetesen. Szépen. Ide oda talán még van hely. És nem tudom, hogy láttál már a műsorból, a házhozai műsorból? Hát, akkor tudod, hogy ilyenkor engem, hogy általában egy ilyen kávém. Én hát, imádom a kávét, nagyon szeretek kávézni, az szerintem egy olyan igazi ilyen beszélgetés, inspiráló dolog, úgyhogy egyetértek. Akkor keressük meg a konyhát. Akkor itt a kávé. Hogy szereted? Évikém, tőled bármi jó. Én büszkén iszom ezt hát a kávét. Van méz, ugye én reggel mézzel szoktam inni, aztán van cukor helyettesítő, de ha nagyon körülnézek, akkor talán cukor is van. Nézd, nekem a méz azért lesz jó, mert megígérted, hogy énekünk egy duettet majd délután. Ezt ígértem? Vagy nem? Nem, tönkre teszik a műsort. Jó, végül is. Tudod, milyen fura, hogy az ember, amikor a Csepregi Évával, vagy Évára gondol, vagy az Évára asszociál, akkor minden eszébe jut, csak a konyha nem. Pedig voltam egy jó néhány ilyen főzős műsorban, és akkor ott próbáltam bizonyítani, hogy igen, azért tudok főzni. Azért ebben most nincs semmi. Majd bele még teszünk bele. Az azért tudok főzni, ez azért, hát most én nem akarok itt kutakodni, de itt például hús van. Most én egy bejárani, aki megfőzi? Nem. Holnap jön egy-két vendég, még így a születésnapom miatt, és ugye a családból egy-két ember, és akkor gondoltam, hogy meg fogom enni ezt, illetve hát megfőzöm ezt a hosszú karajt. Egyébként... Te főzöl rendszeresen? Tehát most, hogy nincsenek koncertek? Vagy azért rendelsz, vagy nem vagy egy nagy főzős? Érdekes, egy időben rendeltem. Amikor vendégek jöttek, akkor egyik-másik ilyen kedvenc éttermemből rendeltem. Uh-huh. Aztán kiderült, hogy én ezt a műfajt nem szeretem. Tehát inkább jobban szeretek egy kicsit bajlódni vele, egy kicsit alkotni, egy kicsit ezt-aztamaz, vannak specialitásaim, inkább megfőzöm, inkább így összehozom a dolgokat, mint hogy rendeljek. Uh-huh. Hát, de ma azért elmegyünk ebédelni valahova, tehát most hát világos, hogy itt nem... Remélem, nem reggeliztem. Hogy neked kell főzni, így van.
Én igen, azt javaslom akkor, hogy egy kicsit kávézgassunk, ahol egy picit fablatlak. Igen. Aztán majd keresünk valami olyan helyet, ami, ahol esetleg mélyebben tudunk beszélgetni az elmúlt évekről. Lesz mit mesélned, attól tartok. Igen, igen. Az az igazság, hogy ilyen mélyen még veled nem is beszélgettem. Úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok, hogy mire vagy kíváncsi. Már erre nézek, hódik már a gyújó. Ne kérdezd tőlem azt, hogy mire való. Lássuk csak kézé, van-e már a gyújó. Na gyere, gyere, olyan nyugtató. De ugye megszeretted már a gyújó. Zavard egy gyorsan a sok okoskodat. Miért kell nagy fiúnak látszani? Ugye a felvétel időpontjában most éppen nincsen fellépés, nem volt és nem is nagyon lesz. Hogy telnek a napjaid így, hogy hát tulajdonképpen nincsen annyi meló, mert tudom, hogy munkád mindig van valami. Igen, igen, hát tényleg évtizedeken át úgy teltek a napok, ugye, hogy készültünk a hétvégére, vagy már nyáron még a többi napon is volt, vagy koncert, vagy fellépés. Megmondom őszintén, most sem unatkozom. Tehát mindig van egy-két dolog, egy-két tévés produkció, interjú, tehát nagyon sok minden van, amiben én szívesen megszólalok. De most az egyik legfontosabb projektünk, legalábbis rávettem a zenekart arra, hogy amire eddig nem nagyon volt idő, hogy tényleg legyenek új dalok. Ugye a Neotontól mindig azt várják a kedves nézők meg a hallgatók, hogy a régi dalokat játsszuk újra. És ha néha-néha feltűnik egy új dal, akkor... Megáll akkor a hullámzás. Igen, akkor azt úgy elkezdik ugye figyelni, hogy most mi is ez, vagy miért is kell. De egyébként, hogy mennyire meg lehet szerettetni velük. Például a fiam, a Dávid írt egy dalt nekem 2 évvel ezelőtt. Uh-huh. Én írtam rá egy szöveget, a Titok az a címe. És körülbelül arról szól, amiről mindannyian tudjuk, hogy mit jelent mostanában a titok. És azt igenis meg tudtuk szerettetni az emberekkel, játszotta a rádió is, most is játszogatja. Tehát azért be lehet vezetni a rengeteg sláger mellé dalokat. Így aztán mondtam az Ádáméknak, hogy most gyerünk, csináljunk lemezt. Itt a lakásban. Ami gyönyörű, és tényleg én azt gondolom, hogy nagyon sok helyen pont úgy, tehát hogy mint a lelked például, az a fotó is, vagy az a kép, hogy itt most nem érzed, hogy kicsit többet vagy, mint kéne? Én 3 évvel ezelőtt költöztem el egy borzasztó nagy házból. Ugye akkor lett vége ennek a hosszabb kapcsolatomnak, és már akkor is tudtam, hogy az a ház nem nekünk való, mert 320 négyzetméteren az ember csak szaladgál egyik teremből a másikba. Úgyhogy úgy hozta az élet, hogy ez alatt a 3 év alatt sem nagyon voltam itt a lakásban. Mm. Rengeteget jöttünk, mentünk, utaztunk, főleg a tavalyi év az nagyon tele volt külföldi utakkal is. Amerikában voltam, Koreában, aztán például a Maldivon voltunk, tehát ilyen, mint hogyha tudtuk volna, hogy valaki mondta volna, hogy Éva, most utazzatok, mert utána soha többet. De hát ugye voltak ezek között munka is dolgok. De ugye ez nem azt jelenti, hogy ezt nem szereted, ezt a lakást. Nem, én nekem most lett alkalmam belakni. Úgyhogy most kezdtem úgy igazából jól érezni magam, imádom, hogy van kert, imádom, hogy megcsináltattuk ezt a téli kertet, kicsit tágasabb lett, úgyhogy én nekem itt minden kézre van. De ettől még azért nem zárkozol el, hogy keresünk egy olyan helyet, ami különösen közel áll a szívedhez. Nem, dehogy is. És ott akkor megpróbáljuk dióiban összefoglalni, hogy miért is vagyok én itt, de bár Csepreg Évával összefoglalni, a tényleg kéne egy 4-5 műsor. Egyetlen szikra elé, egyetlen szó, érezd, hogy mennyit ér az élet. Egyetlen mosoly elé, egyetlen dallam, hogy az égig szárnyaljon a szíved. Te vagy az eső és a szél, te vagy az árnyék és a fényesebb jövő. Te vagy a folyó és a
elhatároztam, hogy nem fogunk elmenni a kezdetekig. Mert egyrészt, hogy ezer helyen elmondtad már, a másik az, hogy én inkább most így a közeli időszakra vagyok kíváncsi, de egyet engedj meg nekem, addig lapozzuk vissza ezt a képzeletbéli fotóalbumot, amíg az a kislány, aki elindult, gondolta-e valaha, hogy ő lesz az ország egyik legnagyobb énekesnője és legismertebb énekese? Hát egyrészt köszönöm ezeket a kedves szavakat. Tulajdonképpen én nem tartom magam olyan nagyon nagy énekesnőnek. Ez egy érdekes műfaj, ez az egész popzene, mert ugye nagyon sokféleképpen lehet csinálni. Most már ahhoz képest, ahogy mi kezdtük, ahhoz képest fölnőtt egy teljesen más nemzedék, énekművészek vannak, csodálatos szépen énekelnek, és mi még egy kicsit ehhez képest ugye magunk kútfejéből próbáltunk elkezdeni énekelni. Annak idején, amikor még iskolába jártam, akkor az anyukám mondta, hogy hát tulajdonképpen történt egy találkozás. Ott volt az unokatestvérem, anyám, én a konyhában, Lőrincen, meg a macskánk. És akkor mondta az unokatestvérem a Kata, hogy te énekeljél valamit. És akkor te jól visszhangzott a konyha, elkezdtem énekelni. És egymásra néztek, azt mondták, énekesnő. Énekesnő lesz. És ezt valahogy akkor jókat nevettünk rajta, de az anyukám az valahogy komolyan vette, meg én is egyébként, mert mindig ott lebegett körülöttünk, ugye annak idején zongorázni tanultam, hegedülni, zeneiskolába jártam általánosban. És akkor az anyu keresett nekem egy korepetítort. Akkoriban nagyon nem volt a fejünkben az, hogy hova is kell ilyenkor menni. Tehát igazából nem tudtuk az utakat, nem tudtuk az énektanárokat. És akkor megtalálta ugye a Hoffmann Dönci bácsit, aki nekem rengeteg dalt megtanított, zongora kivonatot adott a kezembe, aztán ő hozta össze a Kózbobák triót, ugye a Babics Marcella, én és a Fábián Éva, és akkor berakott egy-két olyan műsorba, ahol tudom, hát ő mindenkit ismert, hogyha az egyik brigádban lemondta az énekesnő, mert megfázott, akkor fölhívták a Dönci bácsit, hogy Dönci bácsi, nincsen valami táncdalosod, aki esetleg be tudna ugrani, és akkor vigyétek a Csepregit. És akkor így aztán hihetetlen nagyszerű művészekkel dolgozhattam együtt, tényleg a Kislata bártól kezdve, a Zentai Annán át, tényleg nagyon-nagyon sok híres emberrel, mert ugye az volt a lényeg, hogy egy kocsiba elférjen a brigád. Igen, és igen. Akkor hétfők, egyszer, a csütörtök, ezek állandóan mentek. Valahogy így kezdődött. Én még arra kérlek, hogy egy nagyon picit kanyarodjunk vissza, és tényleg dióhéjban, mesélj nekem az Évikéről, egy kicsit mesélj nekem az Évikéről. Belé volt szerelmes az egész osztály, mindent neki kellett csinálnia, folyton ő felelt, vagy pont emiatt megúszta. Egy kicsit kérlek. A kezdet-kezdetén szerencsém volt, mert ott Lőrincen volt egy kulturális központ, most is van egyébként, minden ott zajlott. Tehát amikor még ilyen egész kicsik voltunk, és óvodások voltunk, akkor is ott szerepeltünk. Tehát teljesen mindegy, hogy pedagógus nap volt, vagy éppen valamilyen ünnep volt, mi állandóan ott voltunk, és imádtam ott lenni. Szerettem azt a színpadot. Amikor később visszamentem, akkor úgy éreztem magam, mint a Gulliver a Lilliputban, tehát az a nagy színpad az olyan kicsi volt, én meg olyan borzasztóan nagynak tűntem magamnak, és ott szerettem bele tulajdonképpen a színpadba, és akkor állandóan énekelgettem. Na most egyáltalán nem voltam én olyan, akiben mindenki szerelmes volt. Volt egy-két lány, aki ugye az osztály kedvence volt. Én akkor egy ilyen kis kövérkés, én arra a kép jelent meg a szemem előtt, amikor a nővérem levágta a fufrumat, úgyhogy idáig ért. Sok ilyen holdvilág képű, iszonyatosan furcsa emberke voltam, szóval belém senki nem volt szerelmes.
Úgyhogy én olyan 14-15 éves koromban kezdtem el egy kicsit formás lenni, egy kicsit nyúlni, akkor már nem éreztem magam kövérnek, akkor időként így behúztam magamnak egy kicsit a szemem, hogy legyen szemem, mert még az se volt. Úgyhogy akkor úgy ránéztem, hogy nem is olyan rossz, hát lehet ebből valamit kezdeni. Ha nem zökkentelek ki vele, és ugye meséltél az akkori Évikéről, a férfi zenész kollégáid 90% azt mondta, hogy annó azért tanult meg gitározni, mert ezzel könnyebb volt csajozni. Na most akkor én azt gondolom, hogyha arról a kis Évikéről, akiről meséltél, hogyha megszólalt a hangja, akkor ott fülem nőtt, ugye? Tehát kompenzált egyik a másikat, jól sejtem? Igen, én egy kicsit bátortalan voltam. Az embereket mindig szerettem, tehát mikor picike voltam, akkor anyu mesélte, hogy a buszon mindig oda mentem így az idősebbekhez, hogy jól tetszik lenni, meg ja Istenem, nem fáj a lába, meg minden, tehát már akkor is ez valahogy úgy megmutatkozott, de bátortalan voltam, nagyon kevés önbizalommal. Ezért is furcsa, hogyha úgy egy kicsit elemezgetem magam, hogy mi a csuda volt az, ami mégis a színpad felé hajlott és hajtott engem. És hát valószínűleg éppen ez, úgyhogy én nekem úgy éreztem, hogyha fölmegyek a színpadra, akkor több alkalmam nyílik arra, hogy egy kicsit úgy körülnézzek, hogy egy kicsit jobban kommunikáljak az emberekkel. Aztán hál' Istennek ez megszűnt, már úgy értem, hogy ez a félszegségem. Amikor a Neotonba kerültünk, akkor megint előjött, tehát akkor megint egy kicsit volt egy ilyen hullámvölgy, mert ott azért mindenféle harcok voltak, meg hát mindannyian szerettük volna, hogyha ha sikeresebbek vagyunk a másiknál. Aztán hál' Istennek jött egy menedzser, aki elmondta, hogy nem emiatt van az embernek sikere, hogy ki kiabálja túl a másikat, meg kinek van előbb a mikrofonálványa. Úgyhogy ebből a Neotonból az, hogy mi együtt tudtunk dolgozni, abban rengeteget segített az, hogy úgy magunkat megismerjük, hogy tudjuk, hogy ez egy csapat munka. Olyan egyszerűnek tűnik így most már, ahogy elmesélted, hogy amikor a Neotonba kerültünk, hát ugye megváltoztatta gyökeresen az életedet, ami most napjainkig is tart. Éppen ezért az jutott eszembe, hogy az kellett ahhoz, hogy rettenetesen nagyon jól énekelj, vagy jókor voltál jó helyen. Ha röviden elmondod, nekem azt megköszönöm. Amikor bekerültünk a Neotonba, illetve amikor elhívott minket a Pásztor Laci, akkor elkezdtünk tanakodni, hogy ez most jó ötlet, vagy nem jó ötlet. Nagyon sok előadásunk volt. Jöttünk, mentünk a Ki mit tud után, és aztán valahogy mégiscsak úgy döntöttünk, hogy ez egy jó ötlet. És utána, hogy mondjam, egyre nehezebb lett a feladat. Akkor még valahogy nem tűnt annak, de azért egy nagy vokálba beilleszkedni, tehát ahol legalább 3-4 fiú is énekel, tehát én mindig a mezzo szólamokat énekeltem, tehát azok egy kicsit nehézségeket okoztak. Nem beszélve arról, hogy nehéz lett a feladat azért is, mert hát akkor még nem voltak ezek a kontrollberendezés, nem is volt kontrollunk. Tehát ami kintről jött, valahogy úgy hallgattuk, és egy mikrofonba ketten énekeltünk minimum. Igen. Tehát ez ugye hozott egy olyat, hogy ki énekel hangosabban. Nekem nem olyan típusú a hangom. Ezt most tudtam meg egyébként, és akkor sok hangszálcsomóval küzdöttem. Tehát
ott azért voltak nagyon komoly nehézségek, aztán elkerültem a Sík Olgához, aki viszont nagyon jó énektanár volt, és akkor megpróbáltam ebben a mély vízben megtanulni, úszni. Mindig egy kicsit kifelé állt a rudam. És valahogy akkor, amikor végül is ketten maradtunk a Pál Évával, akkor nagyon jó ráéreztünk erre a kicsit abbás, ketten vagyunk, de mégis szólisták vagyunk felállásra, és akkor ott elkezdődött valami jó, ami egyébként külföldre is ugye nagy sikert aratott. Mikor indult el neked a Neotonnak az a része, amikor mindenki Csepregi Évára asszociál, amikor kimondják, hogy Neoton? Hát amikor, ez egy folyamat volt. Ez egy olyan folyamat volt, amit nagyon féltve próbálok meg fejteni. Én azt hiszem, hogy ez a külföldi sikerekkel kezdődött. Ugye 79-ben kint volt az egész magyar szakma szinte, amit a Hungaroton rendezett a Midem Fesztiválon. Ugye a Midem ez a minden évben megrendezendő könnyű és komoly zenei fesztivál Cannes-ban, és akkor ott volt egy nagyon nagy közönség, ami szakmai közönség volt. Mindenki két számot énekel, de úgy érsz, hogy a Omegától az LGT-ig, a Neotonig mindenki volt, a szólisták is. És akkor ott volt két ember, az egyik a Shig Yutani volt, aki a Toshiba EMI-nak egy ilyen velünk egyidős munkatársa volt, a másik pedig egy Alejandro nevezetű spanyol kiadó, és ők mind a ketten nagyon fontosnak tartották, nagyon, tehát ők mind a ketten nagyon komolyan gondolták, hogy a Neotonnal akarnak valamit kezdeni. Akkor született meg, amikor már így várták a mi dalainkat, ugye a Santa Mariás lemez. És 80-ban, tehát ötször voltunk Spanyolországban a Santa Maria miatt, televízió, felvételek, promóciós dolgok, minden, tehát tényleg a mély vízbe voltunk. De mire kimentünk Japánba, addigra a Toshiba EMI szerette volna, hogyha nekem van még szólista dalom. És lett egy Smile Again, ami egy filmdal volt, és én akkor éreztem úgy, hogy engem egy kicsit jobban promotálnak, mert akkor az újságokban ugye egy nagy fotó csak rólam, akkor, tehát ott kezdődött el a kettőnknek a drámája a Pál Évával. Mert ugye az Éva azt hitte, hogy itt mi nyomulunk túlságosan, meg hogy ez a menedzserünk miatt van, de ebben ő nem tudott beleszólni, én se tudtam volna beleszólni. Tehát az, hogy én szőke voltam, az, hogy rámosztották mondjuk a Smile Again-t, ez elindított egy olyat, ahol engem jobban promotáltak, jobban akartak, mint az Évát, és ez egy ilyen nagy, mondhatom azt, hogy ez az ő kis tragédiájához vezetett. Mit gondolsz, hogy melyik az a dal a sok száz közül, ami itthon tulajdonképpen helyedre tett téged a tróra szinte? Hát én nekem azt hiszem, hogy a nyár van talán, ami hirtelen beugrott. Van egy barátom, egy műfordító barátom, aki azt mondta, akkor még nem ismertük egymást, hogy ő megállt akkor az autóval, és hogy jól meg tudja hallgatni ezt a dalt, akkor ezt valahogy most már ez nem látszik, vagy nem is gondolnak rá az emberek, de olyan teljesen másképp kezdtem el énekelni, mert úgy rá próbáltam
a hangomat venni arra, hogy olyan előadós legyen. Tehát ne csak énekeljek, hanem amit mindig a menedzserünk forszírozott, hogy a szöveget énekeljem. Tehát azzal tudom talán egyénivé tenni a hangvételt, amit... És volt egy nagyszerű hangmérnökünk, Dobó Ferinek hívják, sajnos ő már meghalt, akinek szintén egy rettentően személyes ügye volt, hogy a Neoton jól szóljon, hogy a Neoton, és többek között én is jól énekeljek. Tudod, mit hozott még a Neoton, és mit hozott neked még a színpad? Azt, hogy soha nem fognak téged évanélizni. Hát erre van egy nagyon jó történetem, mert amikor egyszer, tehát ez nem csak egyszer fordult elő, amikor ugye az ember lejön a színpadról, és akkor dől rólunk a víz, ú, nagy siker volt, fú, de jó vagy valami, akkor biztos, hogy valaki ott az autogram kérők közül bekiabál, hogy Éva néni, és akkor rögtön minden így brrr, tudod, összeomlik a világ, és vége. De hát, hogy mondjam, én már túl vagyok azon a koron, hogy ezen bánkodjak, mert mondjuk egy fiatal embernek 40 éves nő is már lehet néni. Úgyhogy én ezt az egészet elengedtem, és én próbálok a mának élni. Érdekes, hogy azt szoktam mondani ilyenkor, hogy te megtaláltad a örök fiatalság titkát, tehát hogy ez hogy van, hogy éred el, hogy tartod meg? Én nagyon sokat szoktam gyalogolni, futni nem, mert az nem bírja a térdem, de biciklizni, akkor még hogyha kicsi is a hely, van egy ilyen matracom, azon szoktam tornázni, és ha meg sok az előadás, akkor azokat mindig begyűjtöm, azokat az energiákat. Egy dolgot átugrottunk, de szándékosan. Azt az időszakot hogy tudtad kibekkelni, amikor megérkezett, illetve hát jött a trónörökös, a kicsi fiad? Hát igen, amikor a Dávid megszületett, az tényleg az én legboldogabb időszakom volt. Akkor egy elég nehéz időn voltunk túl, mert ugye 90-ben meghalt a Péter, a menedzserünk, felosztott a Neoton família. Akkor elkezdtünk az Éva Neotonon dolgozni, akkor gyorsan az egész őrületet átvittük a dalokba, akkor én elég sok szöveget írtam, meg egy barátommal dolgoztunk így a szövegeken, és akkor 92 volt, hogy a Dávid megszületett, ugye ez egy régi szerelemből, barátságból szerelemmé vált, ugye a Bob Hitlinek hívják az apukáját, aki egy nagyon jó zeneszerző, nagyon sikeres zeneszerző volt Angliában, és hát akkor én úgy gondoltam, hogy itt a vége, én akkor tehát ott van a kis babám, kimegyünk majd Skóciába, ott fogunk élni, ezt ugye elterveztem magamnak, de hát nem így lett, visszajöttünk, és hát akkor én olyan 3 évig nem nagyon dolgoztam, akkor én a Dáviddal voltam. És nem volt egy nagyon könnyű időszak, de valahogy úgy gondoltam, hogy valami mással kell törődnem. És akkor, amíg olyan kicsi volt a Dávid, akkor az énektanárnőm, a Sík Olga, azt mondta, hogy csináljunk egy énekiskolát. Akkor ő úgy gondolta, hogy nem azért, mert én egy énektanár lettem, hanem hogy az én nevemmel, az ő tanítványaival, mert neki nagyszerű énektanárai voltak, tudunk csinálni egy ilyen énekiskolát, és meg is csináltuk az énekiskolát, Pop Song Studio, ez volt a neve. Nagyon sok és nagyon érdekes és tehetséges tanítványunk volt, de aztán utána elkezdtek engem így hívogatni, hogy hát vállalnék-e fellépést, akkor azért voltak ilyen diszkó fellépések, meg ilyesmi, úgyhogy
számtalanszor előfordult, hogy leraktam a Dávidot, akkor történetesen nem messze innen, itt egy barátnőméknél laktunk, aki egyébként gyerekorvos volt, úgyhogy az nagyon jól jött nekem, hogy Dávidra is tudott vigyázni, és akkor rohantam éjszakába, ugye a diszkóba, és akkor reggel, mire felébredt, addigra ott voltam. Úgyhogy tulajdonképpen így bekeltem ki. Arra kérlek, hogy fikció, kap már egy lehetőséget, hogy visszaballagj és beszélhess azzal a kislányal, aki egy kis csúnyáska volt, föl volt vágva a fufruja, és indul a színpad felé, hogy milyen tanácsot adnál most a kislánynak jelenállás szerint. Én elsősorban azt tanácsolnám neki, hogy ne hagyja abba a zongorát, ne hagyja abba a hegedűt. Biztos, hogy azt tanácsolnám, hogy táncolj sokat, táncolj, mert az még, ami engem borzasztóan feldobott volna, ha megtanulok igazából táncolni. Felnőtt koromban járogattam ilyen táncórákra, meg minden, de az egy csodálatos dolog, hogyha valaki táncol. Azért is szerettem a Madonnát nagyon, mert ő úgy tudott táncolni. Úgyhogy ezt a hármat tanácsolnám neki. Egyébként azt mondanám, hogy hallgass a szívedre, és tanulj, csináld. Most aztán már tényleg végeztünk, már csak egy apróság volna. A Dávid fiad, akit sikerült megfertőzött, mert ő is muzsikus, nincs itt, mert a munkája elszólította. Viszont szerintem együtt fogjátok visszanézni a műsort, úgyhogy biztos. Mielőtt még bemegyünk egy kicsit a dolgozó szobádban, arra kérlek, hogy a frontkamerába adj egy ilyen kis csepregévás, másfél mondatos útravalót a kisfiadnak, amivel akkor szembesül, amikor visszanéz. Drága Dávid, te vagy az, akire a legjobban büszke vagyok az életem során, mert jó ember lettél, szép ember lettél, és tehetséges, és nagyon szeretjük egymást. Maradj mindig ilyen, és tanulj ugyanazzal az elánnal, amivel most is tanulsz, és legyél jó zenész, sikeres énekes, és jó tévés szakember, és egy jó riporter. Csak ennyit kívánnék. Tudod, drága Évi, te se hagynád ki, hogyha találnál egy zongorát a műsorvezető helyében, hogy ne kérjem meg, hogy kicsit pirinckázzál rajta, mert nekem nem a zongora jut eszembe, amikor te játszol. Úgyhogy mit tanulsz most éppen, mutasd csak? Hát most ezt a Beethoven orosz táncot kezdtem el tanulni. Igen, ez a... Hát ilyenkor az ember még egy kicsit izgul, amiatt értém már. És most akkor ezzel tulajdonképpen az időt töltött ki. Igen, hát például nagyon jól jön, amikor az ember egy kicsit beénekel. Általában az énekórákat föl szoktam venni, nem mindegyiket persze, ami fontosabb, és akkor azt itthon is tudom
csinálni, akkor megnézek rajta egy pár dolgot, akár szólamot, és rájöttem, hogy akár próbálni is tudok, mert ugye ebbe bele tudok rakni egy pendrive-ot, és akkor az egész műsort akár el tudom énekelni magamnak. Aha. Úgyhogy ezek nagyon hasznos dolgok. Érdekes, hogy most ugye, hogy nincsenek koncertek, hát ettől szinten kell tartani magad, ugye? Vagy neked már annyit énekeltél? Nem. Ez nem így van. Tehát ahogy az ember idősebb lesz, egyre jobban kell foglalkozni a hangjával szerintem, mert hát ugyanúgy, ahogy egyébként is ugye minden egy kicsit elhasználódik, egy kicsit, azért gondold el, 50 éve éneklek egyfolytában, vagy nem is tudom, nem tudom hány éve. Két dolgot szeretnék tőled kérni, igen? Mielőtt elmegyünk ebédelni. Az egyik, hogy van itt egy mikrofon, ezt majd, hogyha felállunk, akkor mutasd meg azt a Csepregi Évás mikrofondobálást, amit folyamatosan mutasd, és ráadásul a saját mikrofonot. A másik pedig láttam ezt a kis gyönyörű kis hangfalacskát, amivel be lehet dugni a pendrive-ot, amiről meséltél. Mi lenne, ha énekelnél itt pár sort, mert hát én nekem még így négy szem közt nem is nagyon. Attila, kérésed számomra parancs. Akkor parancsolj. Igen, de szép. Szép helyre hoztál. Ugye, hogy jó kis hely? Nagyon jó kis hely. Nagyon sok jó hely van Szentendrén egyébként. Én váltogatni is szoktam, de ez az egyik kedvencem, mert az indiai étel fűszerei azok gyógyítanak. Igen? Tehát nekem azt mondta a hölgy, aki a tulajdonos, hogy az ember szervezete mindig érzi, hogyha indiai ételt kell enni. És akkor el kell jönni is. Meg kell lenni. Egészen más, mint a tájkaja vagy a kínai. Teljesen nagyon, más. Nagyon, aha, nagyon más. Az indiai fűszereknek teljesen más világa van. Fantasztikusan intenzívek, és tényleg olyan hatásúak, hogy szinte ugye, gyógyítják a testünket, lelkünket. Úgyhogy jó étvágyat. Na, ez például micsoda? Ez a leves? Nem, ez egy joghurtos ital, ami azért is fontos, mert ugye az indiai fűszerek azok nagyon intenzívek, és hogy ezzel a joghurtos mangóval felkészítsük a gyomrunkat arra, hogy majd jön egy ilyen... Hát ezt megiszom, nem tudok enni. De jó neked! Koszíthatunk? Én bezzeg tudok. Egyesült. Ez ugye, szolgáltat. Ez jó. Isteni. Wow. Ez a bárány. Megjött a kaja. Kaja hegyek. Hát igen, azért az indiai étterem az. Majd segít ezen, mert már elvesztettem a fonalat teljesen. Bőséges. Általában. Tehát ez citromos rizs. Uh-huh. Azt gyanítottam. Azt nem tudom, micsoda, az mi? Igen. Akkor zsabbak lettünk. Köszönöm, hogy csak abban van bárány. Oké, okay, köszönöm szépen. Hát, köszönöm szépen. Ez micsoda?
Ezt nem tudom. És még hoz valamit? Én még ilyet nem. Te én itt alszunk, vagy mi lesz? Nem tudom. Mert van itt pár egyébként, meg, hogy le tud dőlni. Egyébként rajta is van az étlapukon, hogy havonta legalább több mint 1000 ételt osztanak szét a rászorultaknak. Tehát ez Indiában egy nagyon bevett szokás, hogy aha, semmit nem dobnak el, aha, hogy úgy mondja, persze nem a maradékot. Persze, világos. Hanem szétosztják a szegény emberek között. Jézus Mária. Ezt a húshoz kell? Igen. Jó. Ezt neked adom. Köszönöm szépen. Jó étvágyat. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen. Hát én igen. Én hát ezt akkor megkóstolom, mert ez nagyon érdekes. Ugye, hogy milyen szépek ezek az edények. Gyönyörűleg. Meg. Nagyon, hát jó helyre hoztál. Nagyon jól néz ki. És itt is meg lehet egymásét kóstolni, de hallom, hogy te a bárányt azt nem. Azt nem, igen. De ez a gyönyörű rizs, ezt merem ajánlani. Oké. Te ebből kérsz? Kérek. Tessék. Akkor adhatom? Persze. De jó, hogy nem tessék kell pálcikával lenni, mert nem hoztam bukósisakot. Oké. Okay. Igen, veszélyes dolog a pálcika. Ebből mit csináltál? Ebből csak ugye egy pöttyöt oda. Hát, tehát elég sok ahhoz, hogy csak egy pöttyöt kell jelenni belőle. Viszont... Látásra. De ugyan... Kérnék szépen abból a joghurtosból. Tessék. Mert ez mindenképpen fontos a sok fűszer miatt. Most leutánozlak. Tehát ez, tessék. Ha már a színpadon nem tudlak, akkor itt. Igen. Lehet, hogy én megkóstolom azt a csirkét is. Ez hoppá. Aha. Hoppá, aha. Mindenből egy kicsit. Tibikém, azért ezt megadjuk a módját. És akkor itt van, amit még ezt is meg kell kóstolom. Oh, az látom, hogy van egy tofu. És van, jó, benne. Tényleg, ez tofu lesz. Olyasmi. Ez szerintem biztos, hogy vegetariánus. Úristen. Tudod, mit teszik a vegetáriánus hát, emberevő? Zöldségest. Na jó. Ez jó. Viszont ezt légy szíves, kóstold meg. Ez egy ilyen hagyományos indiai kenyér. Köszönöm. Ezt ide rakom. Ezek én nagyon finomak. Nekem az a javaslatom, te szedjél a bárányból is, igen, hogy mivel ha ennek legalább a felét megesszük, úgyis ledülünk oldalra, és nem tudok rendesen elköszönni, úgyhogy nagyon köszönöm a bizalmat, és hogy vele tölthettem ezt a mai napot. És tudod, azt szoktam mondani, hogy teljesülnek a vágyaid, de neked már teljesültek, úgyhogy köszönöm, hogy velem voltál ma, és akkor jó étvágyat az ebédhez. Hát köszönöm a meghívást, Attila, egy élmény volt veled beszélgetni. Jó étvágyat! Köszönjük szépen neked is! Éles látásomat a Trend Optikának köszönhetem.